A 2004. szeptembere óta működő Észak-Komáromi Sej János Egyetem pótfelvételit hirdet. Az intézmény mindhárom karavárja jelentkezőket nem csupán Észak-Komáromból és Monzás körzetéből, de Magyarországról is. A Sej János Egyetemnek három kara van. A református teológiai karon, szociológia, diakónia és szociális munka szakon van pótfelvételi hirdetve. Itt a jelentkezési határidő az július vége. A tanárképzőkaron tanári szakokra lehetséges jelentkezni értelemszerűen, illetve óvópedagógia szakra. A tanári szakokon szakpárosítások vannak meghirdetve, kémia, biológia, matematika, informatika, történelem, hitoktatás, illetve nyelvek és irodalmak, tehát magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom szakoknak tetszés szerinti párosításában. Itt a jelentkezési határidő szintén július vége, és a gazdaságtudományi karunkon a jelentkezési határidő augusztus 15-e, tehát itt van a legtovább lehetőség jelentkezni, itt pedig vállalati gazdaságtan és menedzsment, illetve alkalmazott informatika szakon várjuk a jelentkezőket. A pótfelvételizőknek le kell adniuk az aláírt jelentkezési lapot és a végzettségről szóló okiratot, mindezt hiteles szlovák fordításban. Az egyetemen nincsenek megszabott keretszámok, a nappali képzés pedig ingyenes. Az intézmény azt szeretné elérni, hogy több hallgatója legyen Magyarországról, ezért hosszabbították meg a jelentkezési határidőt. Közvetlen vonzáskörzetünkben található Komárom, illetve annak régiója. Ennek ellenére úgy látjuk, hogy nagyon kevés hallgatónk van abból a régióból, és ezért szeretnénk megszólítani őket is. Ezért is vannak ezek a kitolt jelentkezési határidők, hogy billeszkedjünk a magyarországi felsőoktatási rendszer, illetve annak jelentkezési időpontjaihoz, valamilyen szinten, hogy lehetőséget biztosítsunk az ő számukra is, hogy tudjanak hozzánk jelentkezni. A jelentkezéshez minden szükséges információt megtalálnak az egyetem honlapján a www.sejeuni.sk oldalon.